Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mikkel készültünk a következő percekre. Elindult az élet a tolnai óvodákban. Több száz éves technológiával készít savanyú káposztát koncádám. 36 csapat vett részt a kezdődobás programon. Izgatottan várják, hogy igazán berobbanjon a tavasz a tolnai óvodákban. Elkezdődtek ugyanis a kirándulások, a föld és emellett az anyák napjára is lelkesen készülnek a kicsik. Nem mellesleg, a beiratkozás időszaka is rohamosan közeledik. Gond nélkül telt az első negyed év a tolnai Vosinszky-Mór óvodához tartozó intézményekben. Mondhatni, a koronavírus járvány után minden visszaállt, és mindenki visszarázódott a régi kerékvágásba. Így a vezető szerint a szülőkkel való kapcsolat még szorosabbá tudott válni az óvikban. Amit észrevettünk, hogy az idei évben az influenza járvány azért nagyon elérte az intézményünket, mindegyik óvodába egy-két hét csúszással nagyon kiürültek az óvodák. Sok pedagógus dajka is beteg lett, ők is elkapták. Volt olyan óvoda, ahol emiatt azért a helyettesítést kicsit nehezebb volt megoldani. Szerencsére ezen már túl vannak, és izgatottan várják, hogy igazán berobbanjon a tavasz, mondja az intézmény. Megindultak már a tavaszi szülős kirándulások. Van két óvoda, aki Pestre foglátó vagy látogatott meg fog látogatni a Minipolis rendezvényre, és itt is ez is azért egy nagyon jó program, mert a szülőkkel egy más környezetben egy sokkal elmélyültebb lehet a pedagógusok, dajkák és a szülők közti kapcsolat. Lesz egy óvoda, aki a Gemenci erdőbe látogat el vonattal a szülőkkel, egy másik óvodába pedig főzéses kis kirándulást szerveznek Sötét Völgybe. És itt a Pittypang óvodába, ugye ez egy nagyon nagy óvoda, itt ez az óvoda nem tud egyszerre együtt elmenni, itt mindegyik csoport más és más kirándulást szervez a saját csoportjának a szülőkkel, meg érdeklődik általában a szülőket is, hogy hova menjenek. Ezúttal a Föld napjára készülnek a tolnai óvodákban. Különösképpen a zöld, a Pittypang óvoda és az Apraja falva óvoda, mert nekik a környezettudatosság a fő profiljuk, de most az idén azért nagyon közel van az anyák napja is, ezért a kettő együtt megy. Most el tudom már azt mondani, hogy több óvodánkban már nem a régi hagyományos versmondós anyák napja van, hanem ami egy kicsit különlegesebb, hogy vagy anya délelőttöt, vagy anya délután tartanak az óvodába, amikor az anyukák bemennek, és közösen együtt játszanak, táncolnak, kézműveskednek a gyerekekkel, és így töltenek el egy közös időt, ami nagyon jól bevált, és a szülőknek is sokkal jobban tetszik itt az intézményünkben. Aztán ugye készülnek utána a ballagásokra még az óvodák, és utána lezárul az évünk. Egyébként mindegyik óvodának más-más arculata van. A Pittypang óvoda és az Apraja falva óvodában ott a környezettudatosság, a környezete szeretete, a környezetre nevelés, fenntarthatóságra nevelés a fő szempont. Tegnap volt itt egy program, a Pécsi Zöldháló Alapítvány által egy ingyenes program a gyerekeknek a Föld napja alkalmából. Nagyon sok pályázatot írnak, illetve minden lehetőséget felkutatnak, amellyel még mélyebbre tudnak ezen a területen ásni ezek az óvodák. Másik óvodában az egészséges életmódra fókuszálnak, a Gesztenyés és Kert óvodában. Ott például van még egy szülős program, ami egy nagyon-nagyon jó szervezése az óvodának. Ez idén június 3-án szombaton lesz. Tolnán közösen a szülőkkel a gyerekek egy biciklitúrán vesznek részt, Tolna területén. Polgárőrök kísérnek, ez egy nagyon nagy program, valamikor ilyen több mint 100 szülőgyermek megy együtt biciklizni itt a városban. A Selyem óvodában a hagyományápolás, tehát ők a magyar hagyományokat ápolják, és minden egyes programuk e köré összpontosul, és ugye kint a Zöldkert óvoda pedig a német hagyományápolás, mert az a nemzetiségi óvodánk, és ők pedig arra fókuszálnak. Emellett a beiratkozás is rohamosan közeledik. A 3 éves gyerekek szülei tudják, hamarosan itt az óvoda választás ideje. Ez talán az első olyan elhatározás, amivel évekre meghatározzuk gyermekünk minden nap.
szüleit, hiszen ettől a döntéstől függ, milyen közösségbe kerül, milyenek azok a felnőttek, akikre rábízzuk, illetve milyen szellemiségben foglalkoznak majd vele nap mint nap. Jövő héten lesz a beiratkozásunk még, ahol várjuk a 2020. januárjától augusztus 31-ig, akik betöltötték a harmadik életévüket, ugye azoknak a gyerekeknek kötelező szeptembertől megkezdeni az óvodát, azokat a gyermekeket mindenképpen be kell iratni intézményünkbe, és akik pedig utána töltik, őket elő lehet jegyezni, de őket is szeretettel várjuk. Ugye 2,5 éves kor előtt nem vehetünk föl gyermeket, de ha a szobatiszta is a 2,5 évet betöltötte, akkor mindenképpen megkezdhető is az óvodát. Már évek óta kevesebb a gyermek sajnos Tolnán is, ezért várhatóan egy csoport bezárásra kerül, és az intézményünk szeptembertől 16 csoporttal fog majd működni, mert az előzetes adatok alapján azt látom, hogy az idén is körülbelül ugyanannyi, vagy még egy picivel kevesebb gyermek lesz, mint az előző években. Több száz éves technológiával készít savanyú káposztát a Tolnai Koncz Ádám. Az őstermelő közel 3 évtizede vágott bele a sokak által kedvelt étel előállításába, azóta pedig tökéletesre csiszolta a módszerét. Még ilyen, ahogy körülnéznek, láthatják, hogy ilyen kőkorszaki módszerekkel készül még a káposzta, amit arra értek, hogy még terméskövek alatt érik. Hát ha most lennék 30-40 éves, akkor nyilván ez eszembe se jutna már ilyen hagyományos módon csinálni, itt már minden automata gép lenne. Automata gépek ide vagy oda, a tolnaiak kedvenc savanyított káposztáját ma is hagyományos módszerrel készíti Koncz Ádám Bajcsi Zsilinszki utcai házánál. A jól ismert helytörténész, aki egyben a Tolnai Hírlap szerzője is, nem csak az írásban és a kutatásban jeleskedik mostanra, a környéken ő az egyedüli, aki az őseitől tanult eredeti eljárással és technológiával készít igazi házi savanyú káposztát ezen a vidéken. A környéken minden családban volt valamikor káposztasavanyítás, minden paraszti gazdaságnak, paraszti udvarnak, paraszti konyhának része volt a saját hordóban érlelt savanyú káposztája. Hát körülbelül ebből nőtt ki ez a technológia is. Családi gazdaság vagyunk, hogy a család is besegít, meg vannak barátaim, akik ha eljönnek akkor, amikor ilyen munka van. Ez a nagymamám receptje szerint készül ez a káposzta, nincs benne semmi faxni. Technológia se titkos, só van benne, bors van benne, babérlevél van benne, és szeletelt fűszerpaprika. A szeletelt fűszerpaprikának különösebb jelentősége nincs, az íz nem sokat ad hozzá, attól csak szép és piacos lesz az áru. Ezek a kövek azóta vannak itt, mióta káposztával foglalkozom, vagyis 28 éve egész pontosan, 1995-ben kezdtem. Nekem amúgy kertész a szakmám, a végzettségem, kertész üzemmérnök vagyok, de főállásban sose voltam, tehát főállású kertész sose tudtam lenni, bár mindig ez volt a vágyam, hogy ebből éljek meg. Ádám a káposzta előtt különböző kultúrnövényekkel, majd szántóföldi termesztéssel is foglalkozott. Végül a saját maga által, a nagyszülőktől ellesett módszerek alapján készített savanyú káposztában találta meg azt, amiben igazán kamatoztatni tudja a tudását. Sok helyen megnéztem a gyalogépeket, nekem is volt egy kisebb, és akkor elhatároztam, hogy csinálok egy nagyobb gyalogépet. A kést, az a lelke, a titka a gyalónak, azt úgy gyártattam le vecsésen. Magát a szerkezetet hozzá felépítményt pedig a Lelovics Laci lakatos barátom készítette. Sok leleményesség kellett hozzá, hogy működjön ez a dolog, hogy mekkora égszíj legyen rajta, milyen fordulattal menjen. Hát úgy hoztuk össze, hogy például az égszíjtárcsa egy Klász Dominátor kombájról van leszedve, ma már nem működő rozsdásodó kombájnak az alkatrésze volt, amit onnan szedtünk le. De hát működik ezzel. 6 mázsa káposztát tudunk óránként legyalulni, hogyha megy a munka. Ádám azt mondja, régen szinte minden háznál folytattak káposztasavanyítást a helyiek, mostanra viszont ez a szokás elhalt. Korábban, főleg akkor, amikor bejöttek a felvidékiek ide a svábok kitelepítése után, ők egy fejlett kertészkultúrát hoztak magukkal, és a savanyú káposztás is magas szinten
a káposztaeltevést is magas szinten gyakorolták. Sokat tanultam tőlük, például a Pintér Árpád bácsitól, aki tolnai volt, vagy az Atkáriaktól, Mözsön, sokat lehetett tanulni. Tolnán már nem igen foglalkoznak ezzel. Ebben a savanyítóban minden feldolgozott káposzta Ádám saját földjéről származik. A folyamat, aminek a végterméke ez a magvetéssel kezdődik, ami április második felében történik meg minden évben. Júniusnál előbb nem palántázok káposztát, mert számomra nem érték a koraiság. Sőt, az a kívánatos, ha minél tovább lábon tudom tartani a káposztát. A Koncz Ádám féle savanyított káposzta, tehát minden falatjában igazolhatóan Tolnáról származik. A szakértő őstermelő kizárólag magról vet, csakis a saját területén. A betakarítás ősszel kezdődik. Akkor tájt gyakran előfordul, hogy a kis családi gazdaság tagjai 2-3 nap alatt akár 20 mázsa nyers növényt is feldolgoznak. Teljesen hagyományos kézi munkaerővel történik még minden. Kézzel palántázunk, kézzel ültetünk. Utána háromszor, de inkább négyszer megkapáljuk a tenyészidő folyamán, és hát valamikor szeptemberben elkezdődik a káposztaszület, ami a fagyokig, decemberig eltart. Itt van az a gép, amit én terveztem már, a tárcsáját vecsésen gyártottam le, az a lelke ennek a gépnek, az egy 6 késes gép, viszonylag nagy teljesítményű, saváló acélból van is, borotva éles. Az XI tárcsája egy Class Dominator kombány, XI-ja volt rajta, az alépítményt pedig egy lakatos barátom, a Lelovics Laci készítette. Ezt a tárcsát érdemes megnézni, mert ez a lelke. A tolnai koncféle savanyított káposzta készítésekor kizárólag a gyarulás történik képesítve. Amint viszont az hallható volt, a berendezést is Ádám maga tervezte. A boltokban kapható savanyú káposzta, most nem akarok neveket mondani, hogy honnan jönnek ezek az a káposzták, ezeknek a nagy része már nem esik át a tejsavas erjedésen. Tehát ezeket már vegyszerre savanyítják. Ezért is nem vagyok versenyképes a piacon azzal a káposztával, ami egy nap alatt készül el, szemben az enyémével, az enyémmel, aminek kell ilyen téli időben 3 hét, mire megsavanyodik. Tehát kihagyják a tejsavas erjedést, valamilyen vegyszerrel savanyítják, és készen van az, hogy nem szép sárga, hogy vastagra van szeletelve, nincs meg az az étrendi hatása, amit a tejsavas erjedés pozitíven befolyásol az ember számára. A bélflórának nagyon jó a savanyú káposzta tejsav tartalma. Azt ezek a termékek, amik a boltban kaphatók, főleg a csomagolt káposzták, amik kilósan vannak kiszerelve, azok ráadásban tele vannak még tartósítószerrel is. Ádám gondos munkájával, a hagyományokat tiszteletben tartó technológiával készített káposztáját nem csak Tolnán ismerik. Rendszeres vevői között szekszárdi üzletek is fellelhetőek. Sőt, ha a sárgalábúak hazájába székelyföldi vendégek érkeznek, ők is betérnek ide, hogy a finom ételből vásároljanak. Rátalálnak arra az ízre, amit a savanyú káposztáról elképzeltek, amit a nagymamájuk vagy az édesanyjuk csinált még egyszer. Ezt keresik benne, és ezt találják meg. Hát a fegyelmezett technológia eredménye az, hogy minden káposzta homogén, hogy nincs olyan, hogy egyszer ilyen káposztát veszünk, egyszer olyat. A fajtáim is, amit termesztük, azok is beálltak már. Tudom most már, hogy milyen kell. Ez egy hosszú folyamat, mire az ember ezt mind kitapasztalja, és nagyon sokat tanul az ember a saját kárán. Hát nem mondom meg maguknak, hogy hány hordó káposztát vittem ki ide a rajcsúrba, a legelőre a birkáknak, mire azt tudtam mondani, hogy na, ez most olyan, amilyet én elképzelek, amilyet bevállalok. Ennek viszont már közel 3 évtizede. A koncféle savanyított káposzta pedig Tolna környékén egyre többek kedvence. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást,
benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telen a magazint. Nem kevesebb, mint 36 U8, U9-es kézilabda csapat érkezett a tolnai sportcsarnokban, ugyanis immár második alkalommal rendezték meg a kezdődobás programot, melynek célja a sport népszerűsítése és a gyerekek fejlesztése. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezték a kezdődobás programot Tolnán. Ezúttal 36 csapat vett részt az eseményen. Ugyanúgy, mint korábban az U8 és az U9-es korosztály részére biztosítunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit a mozgást, a kézilabda alapjait elsajátítsák. Ehhez egy külön animátor van most jelen itt velünk, aki különböző feladatokat próbál elvégeztetni a gyerekekkel és megszeretetni ezáltal is a kézilabdát velük. Illetve három pályán folyamatosan zajlanak a mérkőzések. Jelen pillanatban Fejér és Tolna megyei csapatok mérik össze a tudásukat. Nagyon fontos elmondani, hogy itt a játék a lényeg. Nem eredményorientált ez a rendezvény. Itt azt szeretnénk, hogy minél több gyermek megszeresse a sportot, megszeresse a kézilabdát, és a sportnál is maradjon. Úgyhogy most első körben ez a fő feladatunk, hogy ezt végezzük, ezt a célt. Háromszor rendezünk fordulót, ősszel és tavasszal, és körmérkőzéseket játszanak ezek a csapatok, fiúk is, lányok is. Ez a korosztályban még nem a legfőbb szempont a versenyeztetés, hanem az, hogy megismerjék ezt a közeget, hogy megismerjék ők is, a szülők is, és próbáljanak utána a sportnál maradni, mert ez egy nagyon jó szabadidős tevékenység, kikapcsolt. Ahogy látjátok, a nézőtér állandóan tele van, tehát szülőke, családoknak nagyon jó közösségi program emellett, hogy a gyerekek sportolnak is egész nap. A program célja egyébként nem csak a sport, de a játékvezetés népszerűsítése is, ugyanis a mérkőzéseket nem képzett, vizsgázott bírók, hanem a kézilabdában valamelyest jártas vagy különböző csapatok fiatal játékosai vezetik. Szerencsénkre azt tudjuk mondani, hogy egyre népszerűbb. Büszkék vagyunk arra is, hogy Tolna megyéből a csapatok nagy része képviseltetni tudja magát, fiú és lány korosztályban is, és fiú és lány szinten is, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt egy ilyen kis mélypontja ennek az utánpótlás bázis építésnek, de most új lendületet kapott, és ez a program is, meg ez a rendezvény is egy célt szolgálja, hogy egy új impulzus érje az egyesületeket, az iskolákat, mert ugye itt iskolák is nevezhetnek, nagyon fontos, és hogy ezáltal népszerűbb maradjon a kézilabda ebben a körben. A csapatok azok Tolna és Fejér megye kifejezetten, úgyis olyan nagyszámú jelentkezés történt, hogy így is 39 csapatot tudtunk befogadni. Jelen pillanatban 4 csapat nem tudott eljönni betegségre való hivatkozással, úgyhogy de ettől függetlenül ez a szám azért, ez a közel 40 fő, vagy a 40 csapat, azt mondom, hogy ezt a 3 fordulót végigvitte. Az első fordulót is Tolnán rendeztük meg, és tényleg maga a helyszíne és a csarnok adottsága is lehetővé teszik azt, hogy itt tényleg minden elvárásnak és kiírásnak megfeleljünk.
És a csapatok pozitív visszajelzése is után úgy gondoltuk, hogy akkor a második fordulót is még Tolna biztosítja, úgyhogy de ehhez meg a Tolna KC partner volt, és a város is, úgyhogy köszönjük ezúton nekik is. Nagyon örülünk, hogy a szövetség engedélyezte másodszorra is már az idén, hogy itt rendezzék meg Tolnán ezt az U8-U9-es utánpótlás kézilabda fesztivál jellegű rendezvényt. Nagyon sok csapat jön el, és ez egy jó kis hétvégi program a családoknak. Lehet látni, hogy rengetegen vannak. Nagyon örülünk, hogy Tolnán is a kisebbek körébe egyre népszerűbb lesz a kézilabda, és hát ezen dolgozunk, hogy minél többen jöjjenek és mozogjanak. Ez egy a Kézilabda Szövetség megyei szervezetének a rendezvénye, de hát jó magam meg a Tolna Kézilabda Klub rengeteget segít. Itt a pályákat tegnap egész délután itt dolgoztunk, ugye át kellett rendeznünk a csarnokot, a pályákat fel kellett ragasztani, össze kellett készíteni a kapukat, ugye, mert ennyi kapu nincs rendelkezésünkre, és hát egy olyan egy jó délutáni elfoglaltság, de megéri a fáradtságot, mert hát látni, hogy mennyi öröm van benne ebben az egészben. Három pályán megy a játék, és az egyik a pálya többi részén meg ilyen különböző feladatokban ügyeskedhetnek a gyerekek. Így akkor legalább nem az van, hogy a két meccs között két-három mérkőzést ülni kell, meg nem tudom mit csinálni, hanem jöhetnek, kipróbálhatják magukat a különböző feladatokban. Az U8-9-nél én úgy érzem, hogy egészen jól, nagyon sok óvodásunk is van, ami nagyon örvendetes, és hát azon dolgozunk, hogy minél többen jöjjenek, és hogyha azért elhangzik ez, akkor szeretnénk, hogyha eljönnének, megnéznék az edzéseinket, és beállnának a gyerekek. 3 éves kortól tulajdonképpen bárki jöhet. Ugye a 3-6 évig nem kézilabda van, hanem a mozgás és az, hogy a labdával milyen összhangban lesz a gyerek később. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!